Hétfőn megkezdte szereplését a Fehérvár futszál az NB2-es bajnokságban az Örkény csapata ellen, nem is akárhogy, rögtön fölényes győzelmet aratva. A Videóton Oktatási Központban lejátszott találkozón ugyan nem léphetett pályára a fehérvári együttes sokszoros válogatott futszálkapusa Revelan Zoltán, de ezen az estén ez sem okozott gondot, hiszen Szőci Zoltán remekül helyettesítette. A csapat első NB2-es gólját Gál Dániel szerezte, aki ezek után még háromszor talált az ellenfél kapujába, és Tóth Róbert is négyszer mattolta Béres Csabát, a vendégek hálóőrét. Története első NB2-es meccsét maga biztosan 5-3-as félidő után 12-3-ra nyerte meg beszédes Sándor gárdája, nyomatékot adva ezzel annak, hogy Fehérváron igenis a dobogó a cél a bajnokságban, sőt, a nem is olyan titkos vágy, hogy jövőre a legjobbak között szerepeljenek városunk futszalosai. A Fehérvár futszál legközelebb szeptember 21-én pénteken 21 órától a budapesti Dream Team otthonában lép pályára az első forduló eredményei alapján, győzelmi esélyekkel, hiszen a fővárosi csapat az ELTE Beac otthonában kapott nagy pofont, 10-0-ás vereséget szenvedtek.